Te is szeretnél nyerni egy FIFA 23 játékot, vagy 12 000 FIFA pontot? Akkor itt az ideje, hogy regisztrálj az Instagramomon található nyereményjátékra. A linket megtaláld a komment szekcióban, további infók pedig az Instagram posztomban találhatóak. Innen is sok sikert kívánok mindenkinek! VAMOS! Sziasztok és üdvözlök mindenkit! Én Krisztián vagyok, és ebben a videóban hoztam nektek egy FIFA 23 kezdő csapat videót. Nagyjából egy héttel ezelőtt azt hiszem láttam Twitteren egy egészen ötletes kis csapatot, és arra gondoltam, hogy megmutatom nektek is, hiszen gyakorlatilag én egy hasonló keretet szeretnék építeni majd a 4600 FIFA pont kinyitása után, illetve, hát ugye ez az előrendelő 4600 FIFA pont, meg a pre-seasonos csomagok után egy ilyen kezdőcsapatot gondoltam. Ez egy ilyen kis hibrid alakulat, viszont szerintem egészen olcsó coinból kijön. Nyilván nem a legolcsóbb, tehát ha te egyáltalán nem költesz a játékra, vagy nem rendelted elő a játékot, és nem esik a 4600 FIFA pontból semmi, akkor kicsit drágábban jön ki, viszont szerintem egy ilyen olcsó, viszonylag közepes csapatnak mondanám, és egy RTG-s kezdő csapatnak bőven el tudnám képzelni, úgyhogy vágjunk is bele, és nézzük azt, hogy én milyen kezdő csapattal kezdeném a FIFA 23-t. Srácok, azért már előre elnézést szeretnék kérni, hogyha esetlegesen bármilyen fütyis reklám bejön ide, mivel nem használok adblockot, és remélem, hogy ti sem használtok adblockot, ezért ugye nekem itt vannak ezek a reklámok, meg ilyenek, nyilván mutatja azokat a könyveket és egyebeket, amikre legutóbb rákerestem, mert általában szoktam amúgy könyveket olvasni, bár lehet, hogy ez a streamekből nem jön le, de igenis azért igyekszem művelődni, olvasgatni és egyebek, és így ezeket a hirdetéseket láthatjátok most itt a weboldalon, ezért elnézéseteket kérem, mert sehogy nem tudom ezt kitörölni. Na de boys, kezdjük a kapusnál, fontos, nagyon-nagyon fontos, Footbin oldalán már elérhető a FIFA 23 csapatépítés menüpont, ahol ki tudjátok próbálni, hogy hogyan működik az új chemistry, ugyanis már automatán összerakja nektek a csapatot úgy, ahogy kell, mármint úgy értve, hogyha te összeraksz egy csapatot, már mutatja, hogy egy adott játékosnak hanyas chemistry-e lenne a FIFA 23-ban, hát nem tökéletes, dehogy nem. Úgyhogy én ez alapján tettem össze tulajdonképpen ezt a keretet, vagyis láttam Twitteren, aztán összepakoltam, láttam, hogy full chemistry, stb., és ezáltal próbálgattam így a játékosokat. Még egy fontos info, a ratingeket ne nézzétek, mert a Footbin adatbázisa nincs feltöltve még, ugye ez így és úgymond szerződés kell nekik, és nem, egyelőre még nem engedélyezték, mert nem rakták ki hivatalosan a ratingeket, csak onnan tudjuk a ratingeket, hogy ugye leakelték a játékot, előre megjelent, stb. Viszont ezek a játékosok sem ár szerint, sem rating szerint, nem a FIFA 23-asokat látjátok majd a képernyőn, hanem még a 22-eseket, úgyhogy ez ne tévesszen meg senkit. Na de, az első játékos, akit én néztem, az nem más, mint López a kapuba. Alapvetőleg a statisztikákról nem szeretnék beszélni, mert tényleg nem mérvadó, lehet, hogy totál más lesz majd a 23-ban a ratingje. CB pozícióba, ha néha rápislantok itt a másik képernyőn, az azért van, mert ugye összeírtam, hogy milyen játékosok. Konaté, a bal CB, kis ivószünet. A jobb CB az nem más, mint Akanji, ugye mint tudjuk, ő a Manchester City-be igazolt. A következő játékos az nem más, mint Mendes testvérünk. Őt azért választottam, mert ugye mondtam is az előző videók egyikében, hogy olcsó kategóriájú, vagy közepesen drága kategóriájú LB-ben talán az egyik legjobb lehet a játékban, és ki szeretném próbálni, hogy mit tud, úgyhogy megnézzük majd mindenféleképpen. Elé került egy Bamba, mellé került egy Sanchez, aki szerintem talán az egyik legjobb
CM lehet kezdőcsapatba a FIFA 23-ban, hiszen nagyon komplex játékosról beszélünk. CF pozícióba egy Guedes, Gonzalo Guedes, mivel több formációja van ennek a játékosnak, ezért CF-ként is tökéletesen alkalmazható. Ezt majd látni fogjátok, hogy egyébként rengeteg olyan játékos van, akire nem is gondolnátok, de két pozíciója van. Akin a legjobban meglepődtem, vagy hát gondolhattam volna, de az alap videórán nem esett le, amikor beszéltem a szélső hátvédekről, és megemlítettem Llorentének a kártyáját. Na most Llorentének lesz egy olyan lapja, hogy RB-ként is tudod használni, meg tudod használni CM-ként is. Hogy ez hogyan lehetséges? Minden játékosnak van egy alappozíciója és egy alternatív pozíciója. Ha te játékosod már játszott egy másik pozícióban egy adott mérkőzésen, vagy egy adott szezont végigjátszott más pozícióban, akkor az a kártya használható lesz abban is egy pozíció módosító segítségével. Következő játékos, aki szerintem mindenféleképp be fog kerülni az én csapatomba, az Zakaria. Nyilván itt most felkiáltóját mutat, mert nem érzékeli a Futbin, hogy Zakariának a lapja egyébként egy Chelsea-s kártya, tehát neki meg lesz a maximum chemistry, mert Akanji meg City játékos, és akkor ide tökéletesen be tudjuk építeni Mbabunak a lapját, ami egy Fulham kártya, valamint az RM pozícióba be tudjuk tenni Traoré-nak a lapját, Adama Traoré. Szerintem ez kezdő csapatba tökéletesen illik, megnézzük legalább, hogy mennyire pész alapú a játék, megnézzük, hogy mennyire kellenek gyors játékosok mondjuk a hátvéd pozíciójába, és a csatárba pedig én egy OP játékost gondolok, aki szerintem amúgy az idei FIFA 23-ban tényleg használható lesz, mert a 22 elején is tökéletesen megtette, az nem más, mint David. Most ugye itt láthatjátok, hogy vannak hármas chemistry-k, de vannak felkiáltójelesek is. Mint mondtam, ez tényleg annak tudható be, hogy ezek még nincsenek átalakítva a Futbinen, mert ehhez IE-s partneri szerződés kell nekik, illetve meg kell várniuk, még a hivatalos IE oldalra kikerülnek ezek az adatbázisok, illetve maga a játékosoknak a hivatalos statisztikája, addig ők nem leakelhetik ki, úgymond, mint hivatalos IE partner sem. Úgyhogy ez a csapat, srácok, ez összességében 33-as chemistry-vel rendelkezik, hiszen a chemistry most már nem 100 lesz, hanem 33 maximum. Mivel egy játékosnál 3 a maximum chemistry és 11 kezdő játékosod van, így adódik össze, hogy 11-szer 3 az 33. Nyald a seggem télen-nyáron. Na, igen, szóval összeadódik így gyönyörűségesen a chemistry, és akkor megkapod, hogy minden játékosodnak ebben a kezdő csapatban 10-es chemistry-e lesz, nyilván ha a menedzsert berakod, akkor még tudsz egyébként alakítani rajta, de szerintem egy kezdő csapatnak ez bombasztikus lehet, és nem gondolnám, hogy ezek a játékosok iszonyat drágába mennének. Meg minden lófasz esti fényben még jönni fog a preseasonben, amit csomagot jelent, erősen kétlem, hogy ezeket a játékosokat nem tudjuk megvenni ennyi ráköltéssel, mint amit mi megtettünk azért, hogy az RTG csapatunk is valahogy kinézze. Srácok, ha van elképzelésetek kezdő csapatra, akkor azt a komment szekcióban mindenféleképpen jelezzétek már, illetve hogyha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornára, illetve egy lájkkal jelezzétek, hogyha hasznosnak találtátok ezt a videót. További szép napot kívánok mindenkinek, ciao, szevasztok!